Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Fókuszban Marosvásárhely, benne Pataki István, Portik Vilmos és Sors Zoltán. Ma este a Marosvásárhelyi Metropolis övezet jövőjéről, valamint a marosvásárhelyi önkormányzati választások lehetséges forgatókönyveiről fogunk beszélni. Kezdjünk, jó estét, uraim! Jó estét! Múlt szerdán együttműködési kartát írtak alá a Marosvásárhelyi Metropolis övezet önkormányzatai, tehát a Marosvásárhely peremtelepülései, ha nem csal az emlékezetem, 14 településről van szó, illetve Marosvásárhely. Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat vezetője, elnöke kezdeményezte ezt az együttműködési kartát, melynek az aláírásán részt vett Sors Zoltán, marosvásárhelyi független polgármester jelölt is, amiért kapott hideget, meleget is. Most beszéljünk inkább a melegekről, vagy hidegekről, ahogy kell mondani, tehát a negatívakról. Van, aki azt bírálta, hogy ön egyelőre csak régészként vett részt az aláíráson, és ilyen értelemben ez teljesen értelmetlen dolog volt. Nyilván a választási kampány utolsó heteiben vagyunk igazából. Én azt gondolom, hogy rávilágítottunk arra, hogy az együttműködés hiánya a Metropolis övezetben az mennyi kárt tett, nem csak Marosvásárhelynek, hanem az egész régiónak. És arra is rávilágítottunk, hogy nem a megyei tanács részéről hiányzott a szándék, hogy együttműködjenek a Metropolis övezet működtetése kapcsán a Városházával, hiszen ezelőtt 3 évvel fölajánlották a városvezetőnek, Dorin Floriának, ugye a társelnökséget is, remélvén, hogy ettől elindul majd a munka. Sajnos Floria az elmúlt 20 év praktikáinak megfelelően továbbra is akadályozta ezt az együttműködést, nem fizette ki a hozzájárulását a városnak, amennyiből ezt fenn lehet tartani, illetve akadékoskodott mindenképpen, tehát nem járult hozzá aláírásokkal, nem jelent meg a gyűléseken, gyakorlatilag szabotálta a Metropolis övezet munkáját, ahogy szabotálta az elmúlt 20 év Marosvásárhely fejlesztési projektjeit is, és mindig utána újjal másra mutogatott, akár nyilván ez is egy példa, hogy akkor én milyen minőségben vettem részt. Nyilván elsősorban a szerepem arra irányul, hogy megmutassuk, hogy igenis van egy jelölt, akit érdekel Marosvásárhely sorsa, érdekel a környező települések sorsa, és érdekel az, hogy ez a Metropolis övezet működjön, hiszen az együttműködés nélkül nem fog tovább lépni sem Marosvásárhely, sem Maros megye. Az elmúlt 20 évnek ez volt a legnagyobb akadálya, és ez akasztotta meg a munkát a leginkább, és ezt mindannyian éreztük, nem csak a vásárhelyi lakosok, hanem a peremtelepülések lakói, illetve jól tudjuk, hogy Marosvásárhelynek, marosvásárhelyi lakosság egy jelentős része ma már ezeken a peremtelepüléseken tartózkodik. És hát nyilván nem véletlen a Metropolis övezet felépítésére vagy elindítására vonatkozó szándék, hiszen a déli terelőút, amelyet a kormány kezdett el építeni 2008-ban, ugye, és át kellett volna adni már 2012-ben, aztán egy újabb hirdetés következett, amely szerint már 2015 óta kéne létezzen a déli terelőút, ez sem valósult meg. Ugye ma ott tartunk, hogy Nagyernye és Jet között van egy valamennyire elkészített, legalábbis a hidelemek megépültek, de itt is levonálva az építkezés, és mi azt szeretnénk, hogy más erdélyi városok példáját követve, ahol a Metropolis övezeteknek igenis van külön európai és támogatás fönntartva, októberben már leüljük a választások után, leüljünk és elindítsuk ennek az útnak a tervezését és kivitelezését. Beszélni fogunk arról, hogy ez az együttműködési kart, ez tulajdonképpen mit tartalmaz, mire vonatkozik. Maradjunk még egyelőre itt, hogy ki hogyan reagált erre az aláírásra. Itt ön azt mondta, hogy ön az aláírásával azt bizonyította, hogy igenis az ön számára fontos Marosvásárhely. Hát ezt mondja a Sergiu Papuk, szociáldemokrata politikus, ezt mondja a Benedek Teodóra is, sőt, mindketten kampányolnak is a Metropolis övezet
projektnek a fontosságával. Marius Pascán azt állítja, ő még tovább megy, mint a többiek, és azt állítja, hogy ön az aláírásával kényszerített magyarítást sürget, és a fiktív dokumentumnak az egyetlen célja etnicizálni a marosvásárhelyi választásokat. Itt Portik Vilmosra nézek, aki nem csak helyi önkormányzati képviselőjelöltként van itt közöttünk, hanem az ön kampányának a koordinátora is, hogy akkor hogy is van ezzel a karta aláírással és a választások etnicizálásával, meg a fiktív dokumentumnak, meg sorolhatnám. Páskánnak ez a nyilatkozat, ez annyira merően a valóságtól elrugaszkodott, hogy ezt én nem is méltatnám válaszra, nem véletlen az sem, hogy Zoltán sem válaszolt politikailag erre a felvetésre. Páskán azaz abban érdekelt, hogy ezt minél inkább etnikai síkra terelje ezt a kampányt, és minél inkább az etnikai konfliktust szítsa, ami egyébként most úgy tűnik, hogy ebben a kampányban nem kap lángra. Én azt gondolom, s akkor is, amikor Zoltán elfogadta a meghívást, hogy ezt a kártát aláírja, akkor is arról beszéltünk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy nyíltan, tiszta beszéddel, világos üzenettel ki tudjanak állni egymás mellé. Ő, mint Marosvásárhely független polgármester jelöltje, Péter Ferenc, mint a megyei tanácsnak az elnöke, a megyei RMDSZ-nek az elnöke, és azok a polgármesterek, akik ezt az elmúlt időszakban a Metropolis Szövezet Egyesületnek a működését hiányolták, és úgymond világossá tegyék, hogy ebben elkötelezettek, van tervük, van céljuk, látják azt, hogy mit kell és mit lehet ezen az egyesületen keresztül megvalósítani, és emellett mindannyian az aláírásukkal felelősséget is vállalnak. Úgyhogy el tudom, természetesen nincs az egyesületnek a működésére vonatkozóan ennek az aláírásnak nincs jogi kötelezettsége. Akkor lesz, amikor Zoltán megnyeri a választásokat, és társelnökeként az egyesületnek szintén szentesíti ezt a dokumentumot. Beszélni fogunk mindjárt arról, hogy amennyiben Sor Zoltán marosvásárhelyi polgármesterként társelnöke lesz a Metropolis Szövezetnek, milyen tervei lesznek. Isnától kérdezem azt, hogy itt elhangzott többször is az elmúlt 8 percben, hogy a megye és a város közötti szembenállás, az együttműködésnek a hiánya, hogy ezt te hogy látod, ez valóban azon az egy emberen múlott, aki 20 éve vezeti Marosvásárhelyt, tehát hogy egyértelműen ezzel magyarázható az, hogy nem haladtak itt a dolgok? Nem tudom, őszinte leszek. Én ez az egész témához inkább egy vásárhelyi polgárként tudok hozzászólni, nem érzem szakértőknek magam ebben a témában. Amit látok, vagy amit az ember csak tapasztal, vagy olvasva tapasztal, vagy utazva tapasztal, akár itt, akár a nagyvilágban, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag én szerintem ez az egész Metropolis Szövezet papíron működött. Tehát én ennek őszintén, és nem hiszem, hogy bárki látta a valós működését, tehát hogy itt hogy valóban egy olyan régióról tudunk beszélni, amelyik valamilyen szinten összeforrott. És akkor nem mondok más, csak a közlekedés, ugye mindig alapvető probléma Románián, egészének ez a legnagyobb problémája, hogyha egy ilyen kis térségben ezt nem tudjuk zökkenőmentesen megoldani, akkor miről beszélünk, hogy csak egy konkrét példát mondjak, és akkor turizmust is érintjük, Maros-Szentgyörgyi Sósfürdő, tehát Marosvásárhelyről kijutni autóval sem egyszerű a dugó miatt, de egyébként másképp szinte lehetetlen, vagy egyáltalán nem lehet. És akkor persze belemehetünk a gazdasági kérdésekbe, hát hogyha ilyen régióról van szó, és hogyha Marosvásárhely potenciáljáról van szó, akkor nyilvánvalóan, hogy itt egy olyan stratégia kellene, ahol az összes szereplő előre, hosszú évekre előre akár polgármesteri mandátumokon túl valamiféle stratégia szerint tud működni. Hogyha vállalkozókat akarunk idehozni, akár külföldi, akár belföldi, akkor nyilván ez egyfajta stratégia szerint kéne működjön ebben a Metropolis Szövezetben, és egyébként én ezen tovább lépnék, mert megint csak mondom, ez papíron létezik, és egyébként ez szerintem egy ilyen egyesületen túl is, hogyha világba körülnézünk, akkor ezek a régiók szinte maguktól alakulnak, és akkor itt én rendkívül fontosnak tartom,
azt például, hogy Marosvásárhely okosan, ügyesen tudjon Kolozsvárra rácsatlakozni, olyan szempontból, hogy Kolozsvár úgy tűnik, hogy már telített gazdaságilag, hogy legalábbis abban az irányban marad, ha abban az irányban halad a befektetéseket nézzük, és itt azért akármilyen pessimisták legyünk, de mégiscsak 2-3 éven belül meg lesz ez az autópálya. Van egy repülőterünk, amely büszkeség ide vagy oda lehetne kiegészítője a kolozsvári repülőtérnek. Tudjuk, hogy mennyi konfliktus van két város között, akár a két megye között, ezeken dolgozni kell, hogy ez is megszűnjön. Tehát ebben a nagyobb gazdasági térben is gondolkozni lehet, de visszatérve, hogy kinek a hibája, azt nem tudom, de hogy eddig ez gyakorlatilag csak papíron létezett, az szinte biztos. Látjuk, hogy veszítettünk azzal, hogy nem működött együtt a város és a megye, azzal, hogy csak papíron működött a Metropolis övezet. Miben lehet változtatni, vagy ön miben változtatna rövid és hosszú távon? Érthető, hogy az ellenjelöltek úgymond felkapták a fejüket erre a hírre, hiszen ezzel azt bizonyítjuk, hogy egyrészt mi tematizálunk. Nekünk van egy elképzelésünk, hogy mit akarunk csinálni Marosvásárhellyel, és hogyan látjuk Marosvásárhelyt az elkövetkező 5-10 évben a környező településekkel együttműködve. Most ezt nyilván ki lehet forgatni nacionalista lózungokkal, ezekben a településekben magyar többségű a lakosság, és mindannyiunknak közös érdeke, hogy ez a fejlődés elkezdődjön. És akkor térjünk a nagyváradi példára, ahol egy hasonló társulás, amely jóval Marosvásárhelyi Metropolis övezet után jött létre, 8 év alatt megépítette a terelőutat európai uniós alapokból. Mi is ugyanezt szeretnénk, ezek a pénzek, támogatások ott vannak a gyulafehérvári európai uniós irodánál, ezeket meg kell elkészíteni a pályázatokat, és le lehet hívni. Nyilván minden település érdekelt Marosvásárhely körül, hiszen számos haszna van egy ilyen beruházásnak. Itt nem csak egy útról beszélünk, amely meg fog épülni 25 km hosszan, ugye az északi terelőútról van szó, amely Nyárátő, Maros-Szentkirály, Maros-Szentanna és Nagyernye települések érintésével fog visszacsatlakozni a déli terelőút csomópontjához, hanem 100 km bicikliútról is beszélünk a fejlesztés keretén belül, és nyilván a Metropolis övezetnek lesz egy összehangolt fejlesztése, ami azt jelenti, hogy Metropolis bérlet, tehát a tömegközlekedést is összehangoljuk, és erre volt már egy próbálkozás ezelőtt 5 évvel, akkor viszont a Claudio Major vezette csapat megbuktatta, hiszen akkor fel kellett volna mondani a jól tejelő társulást a Szilletina és a Közszállítási Vállalat között. Ugye az ismeretes, hogy a Claudio Major a Szilletina vállalatban érdekelt volt, és meg gondolom most is az. Mindezek oda vezettek, hogy nem tették le időben a pályázatokat. A pályázásnál az Európai Unió egyetlen egy dolgot vár el, hogy a tömegközlekedéstől kezdve a Metropolis övezetig minden 100%-ban önkormányzati tulajdonban kell legyen, nem lehetnek magántársulások. Ezek a tervek, ezek nagyon szépen csengenek a fülnek. A szem az mikor fog kapni valamit? Tehát, hogy mikor lehet ezekből valóság, és miből lesz majd valóság már, mint milyen pénzből? Mert persze én értem, hogy járna pénz a kerékpárútnak, csak hogy a kerékpárútak Marosvásárhelyen úgy jártak, mint a cimbalmos, hogy jár neki is, csak nem jutott. Igen. Tehát miből építene terelőt? A kartának az egyik lényege, ugye, hogy nem csak egy szándéknyilatkozat született, tehát már van egy konkrét javaslat, van egy elképzelés, egy tervező céggel közösen állt össze, tehát én részben értem, hogy miért bosszankodnak a konkurensek, ők amíg azon gondolkoznak, hogy mit mondjanak, mi kijöttünk egy egész elképzeléssel, tervekkel, nyomvonalakkal, polgármesterekkel, és elmondtuk, hogy ezt akarjuk ennyi idő alatt, ennyi pénzből, és ez a pénz forrása. Tehát ez itt sok minden elhangzott, és ezért mondtam, hogy októberben, választások után ezzel kezdjük, hiszen Marosvásárhelynek egy év múlva hatalmas gondja lesz, az eddig is nagy problémát okozó átmenő forgalom mellé meg fog érkezni az autópálya a metroáruház mellé, tehát a vegyi kombinát környékére, ami egy teljesen új jellegű forgalmat és sokkal nagyobb terhelést fog jelenteni a városnak. Tehát itt nincs vesztegetni való idő, nagyon gyorsan kell ezen dolgozni, hogy a beruházás elinduljon, és ha nem is 4 év alatt, de 8 év alatt ez a terelőút
valósággá váljon, és ezért is terveztünk legalább 8 évre, és nyilván a harmadik mandátumra is szükség van, hogy befejezni az elkezdett beruházásokat, mert itt az említett Metropolis bérlet, bicikli utak mellett, ugye a reptérről is szó volt, a reptér, a terelőút, a vasút összehangolásával egy multimodális csomópont is létrejön, ami összekapcsolja több típusú szállítást és egy logisztikai bázis jöhet létre, tehát munkahely teremtéshez is eljutunk. Nyilván Marosvásárhelyen ma mindenki kétkedve kezeli ezeket a dolgokat, hiszen megszoktuk 20 év alatt, hogy mit miért nem lehet. Mindig ez volt a válasz a Flória rendszer részéről, és közben elköltöttek 80 millió eurót a nem létező sport egyesületekre, fejlesztésekre, amiből ma nem látunk semmit, a pénz eltűnt, és ez csak azt mutatja, hogy van gazdasági potenciál, vannak lehetőségek, lehetne építeni, de eddig az volt a cél, hogy a saját vagyonukat gyarapítsák, nem a városét, sem a környező települések lakosságát vagy munkahelyteremtést, hanem egyszerűen kizsákmányolták ezt a várost, ennek kell véget vetni. Portik Vilmostól kérdezni, hogy olyan tanácsos jelölt, tanácsosként az ön csapata, az RMDSS csapat teljes válszélességgel vagy melszélességgel kiáll emellett a karta mellett, mert hogy itt ugye Sors Zoltán polgármesterként egyedül hiába áll ki, hogyha a tanácsosi csapat majd másképp gondolkodik. Teljesen egyértelműen kiáll. Nem véletlen az egyébként, hogy az összes tanácsos jelölt jelen is volt akkor, amikor Sors Zoltán bemutatta a választási programját. Az sem véletlen, hogy együtt kampányolnak, elkíséri Zoltán sok esetben a kopogtatások során a marosvásárhelyi családokhoz. Tehát ilyen értelemben én ebben nem látok problémát. Azt is hiszem egyébként, hogy szerencsés csillagállás lesz, és mondjuk Péter Ferenc marad Maros megye tanácselnöke, és Marosvásárhelyi polgármesterét Sors Zoltánnak fogják hívni, akkor az első dolog pont az lesz, azt gondolom, hogy egy ilyen közös tanácsülést fog tartani Marosvásárhely városa és a megyei tanácsnak a tanácsosai, aminek szintén ilyen elsősorban szimbolikus jelentősége lesz, pontosan azt megerősítendő, hogy itt végre együttműködésre van szükség. Hiszen én visszautalnék az előző kérdésre, teljesen egyértelműen látszik egyébként, hogyha az ember, mint ahogy magamfajták visszanézték az elmúlt időszakban a különböző politikusi nyilatkozatokat, abból teljesen világosan kirajzolódik, hogy itt egyetlen egy ember volt teljesen összeférhetetlen mindenkivel, de mindenkivel. És valószínűleg pont abból a fajta gondolkodásmódból fakad ez, ami egyébként az egész országra jellemző, tekintélyelvű rendszerben azt gondoljuk, hogy a tárgyalások, a politikai egyeztetésekben valaki mindig győztesként, és valaki mindig vesztesként kell fölálljon az asztaltól. És Dorin Floriának ez volt idáig a magatartása. Nem értette meg, hogy a város van rászorul, az egyébként mellette lévő településekre, illetve településeknek az önkormányzataira, hiszen Marosvásárhelynek egyetlen egy fikarcnyi területe sincs, amelyre terjeszkedni tudna. Tehát gyakorlatilag Marosvásárhely városa az, amelyik most arra van kényszerülve, hogy egy összefogjon a környező településekkel. Ezt pedig nem lehet megtenni azzal a fajta magatartással és azzal a fajta hangnemmel, amit Dorin Flória itt az elmúlt időszakban meghonosított. Én annak örülök egyébként, ismerve egyrészt Zoltánt is, mint polgármester jelöltet, meg a megyei tanácsnak az elnökét is, hogy két olyan típusú ember kerülhet újra pozícióba, akik egyébként a kompromisszum keresésről és az eredményekre való fókuszálásról híresek. Felmerült Péter Ferencnek a neve István. Szeptember 27-én bármi történhet, nem ördögöt akarok a falra festeni, de mi lesz akkor, ha Sors Zoltán megnyeri a marosvásárhelyi polgármesteri széket, vagy ővé lesz a polgármesteri szék, a megyét viszont a városi jelenlegi polgármestere Dorin Flórián fogja vezetni. Kezdődik minden előről? Kezdődik ez az egy helyben toporgás előről? Hát egy érdekes helyzet lenne, de én nem gondolom, hogy most ezek, tehát érdemes-e ilyeneken találgatni, bőven ráérünk. Találgassunk, mert a múlt sor második felében latolgatni fogunk, azt mondtam, hogy megnézzük, hogy milyen lehetséges forgatókönyv, milyen lehetséges kimenetelei lehetnek a helyhatósági. Hát, hogyha találgatunk egy mondatban, tehát nyilvánvaló, hogy mi más lenne Dorin Floriának a célja tanácselnökként, mint mindenben meggátolni Sors Zoltánt, mint Marosvásárhely polgármestere, tehát ez gondolom, hogy ez nem is kérdés. Az, hogy naívan azt higgyük, hogy majd elkezdődik valamiféle együttműködés, ez szerintem kizárható. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy mondom, ráér
akkor beszélni erről, amikor ez megtörténik. Én nem látom úgy, hogy azért Dorin Florel megnyeri a megyetanács elnöki pozíciót továbbra is. Én úgy gondolom, hogy Péter Ferenc az esélyes, és hogyha sokszor arról beszélünk, ugye, hogy magyar szavazókat hogyan mozgósítsunk, akkor hát lámlám nyugodtan lehet, mert ugye a városi versenyből kiszárt Florea, és hogyha esetleg volt olyan magyar szavazó, aki azt mondja, hogy na hát ezzel tulajdonképpen már félig megoldottuk a kérdést, innentől kezdve már csak jobb lehet, akkor gondoljon arra, hogy bizony ott a megyénél még megjelenhet egy Dorin Florea, aki mindent meg fog tenni, hogy gáncsolja az adott esetben az új marosvásárhelyi polgármestert, hogyha a Sors Zoltán lesz. Tehát igenis, akkor érdemes elmenni szavazni, mozgosító erővel hathat a magyar szavazókra Dorin Florea. Urak, önök milyen forgatókönyvekkel számolnak? Gondolom vannak forgatókönyvek, amelyekre készülnek. Melyik a legsötétebb? Sötét forgatókönyvben nem számolunk, de ha ezt így hipotetikusan felvetjük, akkor az mindenképpen meglehetősen sötét volna, hogy Dorin Floreából megyei tanácselnök legyen, vagy mondjuk Claudio Major vegye át Dorin Floreának a helyét Vásárhelyen. Ezt legfeljebb azért érdemes így szóba hozni, hogyha már így a sötét forgatókönyveknél tartunk, mert én azt látom egyébként, hogy ők a két erős jelölt a mi szempontunkból. Tehát Marosvásárhelyen az már egyre inkább világosan látszik, ez jön vissza egyébként a mindenféle kopogtatásokból, meg ahogy szobálunk az emberekkel, hogy az első számú ellenfele Sors Zoltánnak az Claudio Major. Ez jön vissza egyébként a mindenféle közvéleménykutatásokból is, amelyeknek eljutnak az adatai hozzánk, hogy Zoltán után a második az Claudio Major, ő az utóbbi időben erősödött meg, még mindig vannak tartalékai, illetve őt követi Teodóra Benedek. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy abból a kampány, a jelölteknek a mozgásából, hogy Dorin Florea nem írható le, mint megyei tanácselnök jelölt. Valószínűnek tartom, hogy még inkább intenzív kampányba fog kezdeni, és bizony nekünk magyaroknak ott kell lenni majd a választások során az urnáknál, hogy megakadályozzuk azt, hogy a hatalmát át tudja menekíteni Vásárhelyről mondjuk a megyei tanácshoz. Sors Zoltán számít visszalépésre vagy összefogásra a román jelöltek részéről? Most jól értettem, a szavazó cédulák megkapták a BT-jelzést, tehát mehet nyomdába az a sorrend, amit eldöntöttek, de attól még összefoghatnak, visszaléphetnek az ön ellenében. Most azt észleljük, hogy a román jelöltek legalább annyira intenzíven egymást is támadják, tehát nem mutatkozik hajlandóság kiegyezésre, de természetesen nem szabad leírni ezt a forgatókönyvet sem, annak ellenére, hogy ugye a szavazócédulán már ott lesz minden egyes jelöltnek a neve. Jelenleg van 13 jelölt, abból ugye 12 román jelölt és egy magyar jelölt a személyembe. Én azt gondolom, ha esetleges visszalépés is történik, akkor is jó esélyünk van, hogy megőrizzük a jelenlegi vezető pozíciónkat. Természetesen nagyon fontos az, hogy ki hogy fog mobilizálni, és nem véletlenül mondta Vilmos a Claudio Majornak a második helyét, hiszen ők egy rendszert képviselnek. Major átveszi a Florea rendszert, ő azt viszi tovább Marosvásárhelyen, ezt akarják tovább éltetni, ezt a kizsákmányoló rendszert, és nyilván megvan a megfelelő mozgósító apparátusuk, meg az a szavazóbázis, ami eddig Floreát is hatalmon tartotta. Éppen ezért azt mondom, hogy nagyon oda kell figyelni egyrészt a választási csalásra, másrészt oda kell figyelni arra, hogy menjenek el az emberek szavazni, hiszen az egyetlen garancia arra, hogy a szavazás Marosvásárhelyen a mi javunkra dőljön el, az, hogy többet tudjunk mi szavazni, mint amennyit ők tudnak csalni. Nem fognak tudni tízezreket csalni. Ez a mi? Azok, akik változást akarnak. Azok a Marosvásárhelyek. Nem románok és magyarokról beszélünk. Egyaránt románok és magyarok. Egyaránt románok és magyarok, hiszen a felmérésekből is az derül ki, hogy azok a problémák, amelyek ma a magyar közösséget foglalkoztatják, és a városi konzultáció is erre világított rá, azonosak. A román közösséget is zavarja a tömegközlekedés, kaotikus állapota, a beruházások hiánya, a munkanélküliség, a város kizsákmányolása, a korrupció, ezek mind-mind érintik a két közösséget, és
az is egyértelműen vált, hogy a román választókon belül is váltó hangulat alakult ki, és ezt ki kell használjuk. Most, hogy mennyi román szavazat fog jönni egy magyar jelöltre esetlegesen, ezt nem tudnám megmondani, de nyilvánvalóan, és ezért is kétnyelvű a kampányunk, mert azt szeretnénk, hogy megértsék a románok, hogy az egyetlen garancia arra, hogy ma Marosvásárhelyen változás legyen, az, hogy a legerősebb jelöltre szavazzanak. És az jelenleg én vagyok, ezt meg kell értsék, és ehhez kell magukat igazítsák, hiszen mi nem egy etnicizáló kampányt folytatunk, hanem pontosan egy olyan kampányt, amely arra mutat rá, hogy Marosvásárhelyen a közösségeknek a jövője az azonos, és a problémáim azonosak. Ezen együtt tudunk változtatni. Viktor Ponta, Claudio Major pártjának az elnöke, létrehozója, aki a szociáldemokratáktól disszidált, ő nem ezt mondja, hogy nem etnicizál a kampány, sőt, odáig megy, hogy szerinte a szociáldemokraták azért indították Sergiu Papukot Marosvásárhelyen polgármester jelöltként, hogy ne legyen a magyar jelöltnek nagy ellenfele a szociáldemokraták részéről. Ezt itt Marosvásárhelyen mondta Viktor Ponta szombaton. De Viktor Ponta nem gondol arra, hogy 2016-ban is indították a szociáldemokraták Sergiu Papukot, és valószínűleg ez úgy, ahogy egy tisztességes politikai párt úgy általában érdekelt abban, hogy jelöltjei legyenek a választásokon, ezúttal is egy megfontolásra komoly okot adó tényező volt a szociáldemokraták esetében. De én inkább arra térnék vissza, hogy ez most teljesen egyértelműen érezzük, hogy nem 2008, nem 2012 és nem is 2016, de teljesen megerősödött a váltás hangulat, mindenki megismerte a Zoltán, tehát a magyarok körében szinte nincs olyan ember, aki ne ismerné Sors Zoltán, szinte nincs olyan ember, aki ne volna irányába bizalommal, de amiben igazán érezzük az áttörést, az az, hogy a román közeg, a román emberek részéről is folyamatosan jönnek a visszajelzések. 4 évvel ezelőtt mondhatni úgy kerestük a Zoltánt támogató román embereket, mint tűt a szénakazalban, ezúttal viszont egyre többen vannak, folyamatosan buknak, vagy kerülnek elő olyanok, akik fölvállalják, hogy támogatják Zoltánt, akik arcukat, nevüket adják, hogy csatlakoznak a csapatához, és én azt gondolom, hogy ez a lendület, ez ki fog tartani a választások napjáig is. Tehát én ennek kifejezetten tudok örülni, hogy megszűnt ilyen szempontból az etnikai éle ennek a választásnak. Most persze nem kell arra gondolni, hogy 10 000-vel fognak szavazni a román emberek Sors Zoltánra, de hogyha 1 000-vel teszik, az már egy nagyon nagy elmozdulás mondjuk a 4 évvel ezelőtti helyzethez képest. Térjünk vissza István egy picit Viktor Pontának a hétvégi kijelentésére. Ugye ő itt beszélt titkos alkuról, paktumról az RMDSZ és a Szociáldemokrata párt között. Azt ő is elismerte, hogy Marosvásárhelyen váltásra van szükség. A Dorin Flóriát nevét mondta, hogy le kell váltani a jelenlegi polgármestert. De azt mondta, hogy abban bízik, hogy a választópolgárok nem úgy fognak szavazni, hogy román jelöltre vagy magyar jelöltre, hanem jó városgazdára. Nyilván a jó városgazda alatt nem Sors Zoltánt, hanem a saját pártjának a jelöltjét értette, aki Dorin Flóriának a tanácsosa, és jelenleg is a plakátokon együtt szerepel az arcuk. Kérdés, tehát az, hogy látod-e a realitását annak, hogy amit Viktor Ponta mond a paktummal kapcsolatban, illetve az etnicizáló szavazásra? Egyrészt paktum az azért hülyeség, nagyon jól tudjuk már, bocsánat, tehát hogy a PSZD az mindig gyenge Marosvásárhelyen, tehát igazából a PSZD az sosem rugott itt labdába. Ami meglepő számomra inkább az, és azt hiszem mindannyiunk számára meglepő, hogy nem történt meg, vagy egyelőre nem történt meg, és egyre valószínűtlenebb, hogy ez meg fog történni, hogy komolyabb jelöltek visszalépjenek a másik javára. Itt nyilván a Penélé jelöltjét, vagy Claudio Majort emlegetném, de akár Páskánt. Nagyon fontosnak tartom valóban, hogy a kampány nem ment át egy nacionalista hangvételű kampányba, tehát nem azzal kell foglalkozni mondjuk Sors Zoltánnak, nem azzal kell foglalkoznia, hogy magyarázatokat adjon mindenféle elképesztő magyar ellenes kijelentésre, és ugyanakkor valóban úgy tűnik, korábban is azt mutatták az előrejelzések, meg ahogy itt hallottuk most is, hogy ő az esélyes jelölt, és itt, hogy etnikai szavazás vagy nem,
most ne legyünk képmutatók. Hát nagyon jól tudjuk, hogy Marosvásárhelyen igenis etnikai szavazás működött nagy részt az utóbbi 30 évben. Tehát az igaz, hogy voltak, akik átszavaztak és Flóreára szavaztak, de ezért is mondjuk azt, hogy átszavaztak, mert ez a kisebbik arány, ami furcsa. Marosvásárhelyen így szavazunk jelenleg. Lehet, hogy Romániában vagy Erdélyben eljön majd valamikor 10-20 év múlva az állapot, amikor ez nem jelent különösebb problémát, de most jelenleg így szavaznak az emberek. Tehát itt a legfontosabb az, hogy a magyarok elmenjenek szavazni. Nincs erős kampány, Flóreán már nincs versenyben, nincs óriási tét. A románokat igazából mozgosító erő, tehát nincs olyan mozgosító erő, ami a románokat nagy tömegbe elvinné szavazni, ezért valószínű viszonylag alacsony lesz a részvételi kampány. A magyarokat kell mozgosítani. A magyar, miért szavazzon a magyar ember Sós Zoltánra? Ugye sokan mondják, hogy volt már két magyar polgármester, olyan volt, amilyen joggal mondják. Eltett 20 év. Szerintem az a normalitás Marosvásárhelyen, hogy azért 20 év után egy olyan városban, amelyik, ahol a legnagyobb magyar közösség él, még ha kisebbségben is, ott legyen most egy magyar polgármester, nincs ebbe semmi román ellenes, aki ismeri, Sós Zoltán nagyon jól tudja, hogy távol áll tőle az ilyesmi. Tehát egyszerűen igenis a magyar szavazó meglátja, ha elmegy szavazni, a vásári magyar szavazó, hogy a választás másnapján, amikor kiderül, hogy Sós Zoltán megnyerte a választást, milyen sikerélménye lesz neki is személy szerint. Tehát végre ez a közösség kapjon egy sikerélményt. Ez nem Sós Zoltán sikere lesz, ennek a közösségnek, amelyik 20 éve úgy élt, ahogy élt, vagy olyan polgármestere volt, amilyen most lenne egy nagy sikerélménye. Tehát ebben miért ne vegyen részt? Mert ez abban lehet kételkedni, hogy most milyenek a tervek, vagy milyenek nem, meg megvalósul, vagy nem. Bőven ráérünk erre utána erről beszélni. Vegyen részt a magyarság, legyen egy nagy sikerélménye 20 év után. Az, amit elmondtál, egyetértek, csak hogy az fura számomra, hogy én legalábbis mindig azt tartom, hogy a magyarság önmagában még nem erény. Tehát valaki nem azért kell, hogy polgármester legyen, mert magyar, hanem azért kell polgármester legyen, mert ezt a várost, amelyik 20 év alatt azzá lett, amivé lett, nagyon jól tudjuk, hogy mivé lett, ezt a várost, ezt fel tudja emelni. Ezzel én is teljesen egyetértek, csak visszatérnék arra, hogy a tapasztalat mégiscsak azt mutatja az elmúlt 30 évben, hogy van etnikai szavazás, nyilvánvaló, hogy most is olyan ez lesz. Tehát most találkozik, ismétlem, a magyar ember sikerélménye, hogy egy magyar jelölt nyert, azzal, hogy ráadásul egy rátermet jelölt nyer. Fel kellene dolgozni Marosvásárhelyen az elmúlt időszaknak a múltját, és mondjam, meg kellene, hogy gyónjanak az emberek legalább önmaguknak, vagy meg kellene békéljenek magukkal. Minek kellene történnie, hogy ne az legyen minden 4 évben, hogy mintha a választások arról szólnának, hogy itt most valaki a románok, vagy a magyarok uralomra törnek, és ők akarják maguknak megszerezni a várost. Itt, amit István mondott, hogy volt, van és lesz etnikai szavazás vásár. Én azt gondolom egyébként, hogy akkor fog megszűnni az etnikai szavazás, ami után Zoltán megnyeri a választásokat, és kitölti az első 4 évét, mint polgármester. Tehát, hogyha meg fognak bizonyosodni róla a vásárhelyi egyébként többségben lévő román emberek, hogy nem történik, nem fogják kiszakítani Marosvásárhelyét Románia testéből, nem tűzik ki a székely zászlót a minden villanyoszlopra, és hogy nem kell egyáltalán attól félniük, hogy itt másnaptól meg kell tanuljanak magyarul, hanem azt fogják látni, hogy vannak beruházások, a gyerekeiknek az iskolában nem kell összepótolni krétára, és hogy fejlődik ez a város, és jönnek haza külföldről azok a fiatalok, akik elmentek innen. Tehát paradox módon egyetlen egy módja van annak, hogy meg lehessen változtatni az etnikai szavazást, hogyha Zoltán a következő 4 évben úgy fog teljesíteni, hogy maguk a románok fogják azt mondani, hogy ez az ember megérdemli, hogy folytassa. Most az jutott eszembe, hogy azért az emberekben, magyarokban, bennünk magyarokban az elmúlt 20 évben felgyűlt egy adag sérelem, egy adag frusztráció, és abban az esetben, ha Sós Zoltán megnyeri a választásokat, akkor fogják-e tudni kezelni ezt a magyarok, és nem-e fordítják ezt a románok ellen? Nyilván ezt nem kérdésként mondom, hanem csak úgy eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy
Remélem, hogy fogjuk tudni kezelni ezt a helyzetet mi, és nem lesz itt román kergetés. Én azt tudom mondani ennek kapcsán, hogy amikor a múzeum igazgatását átvettem 2007-ben, hasonló hangulat volt a múzeumban, voltak olyan román kollégák, akik írtak egy átiratot a megyei tanácshoz, hogy megijedtek, hogy most van egy magyar igazgató. És akkor se értettem, most se értem. Román állampolgár vagyok, a román jog, a román törvények, a román alkotmány szerint kell ezt a várost irányítani, nincs erre más lehetőségünk, nem is kell. Inkább azt mondom, hogy eddig volt a város a román jog, román törvények ellenébe irányítva, tehát én inkább attól félek, hogy mi az, amit ott fogunk átvenni, mennyi csontváz fog ránk borulni a szekrényből, mennyi elkendőzött korrupciós ügy fog kiderülni, és ezek lesznek az igazi kihívások, illetve elsősorban magunknak és magamnak ne okozzak csalódást, tehát nekünk nagyon fontos, hogy bizonyítsuk be azt, hogy 4 év alatt nem a polgármester etnikai hovatartozása a lényeg, hanem a kompetenciája, a rátermettsége. Ha a polgármester jól végzi a dolgát, akkor lehet újrázni, és meggyőződésem, és itt társulok ahhoz, amit Vilmos mondott, hogy 4 év múlva jóval kevésbé fogja érdekelni a román választókat a polgármester etnikuma, inkább azt fogják megnézni, hogy mit tettünk le 4 év alatt az asztalra, hiszen itt nem egymagamról beszélek, itt ugye van egy 30 fős csapat, aki már ott áll mögöttem és segít, ebben vannak román vállalkozók, román gazdasági szakértők, román egészségügyi szakértők, magyar szakértők, és pont ezt fogjuk felmutatni, hogy egy közös csapatról van szó, ahol nem az etnikai hovatartozást nézzük, hanem a kompetenciát. Ez a legfontosabb, és ezt fogom kérni a Városházán is az alkalmazottaktól, hogy a múzeumban is ezt vártam el, és soha nem azt néztem, hogy kinek mi a nemzetisége. Természetesen az első hónapokban lesz esetleg egy kis aggodalom egyesek részéről, hogy akkor most itt van-e egy etnikai különbségtétel, de nem szabad ebbe belemenni, ez egy biztos bukás útja. Arra kell menjünk, hogy sikeres, jó városgazdálkodás, és akkor jobb lesz a magyar közösségnek, és nyilván a román közösségnek is. És azt kell érezzék, hogy meg tudnak bízni egy magyar polgármester személyében, ahogy például Maros-Szentgyörgyön ez az áttörés megtörtént 16 évvel ezelőtt, és ma már senkit nem zavar, hogy Sófalvi Szabolcs az magyar esetleg, hanem mindenki azt nézi, hogy egy jó városgazda. És erre van szüksége Marosvásárhelynek is, utána nem fogja az embereket érdekelni. Ezt számos esetben éreztük a vásárhelyi rendezvényeken is, hogy az elején a román közösség bizalmatlanabb volt. Kezdve a Critical Mass, a bicikli felvonulástól, a múzeumok éjszakáig, az elején azt láttuk, hogy 80%-ban magyarok jöttek el, vagy még nagyobb arányban. Ma már kiegyensúlyozott az arány, ugyanúgy szeretik a románok is a múzeumok éjszakáját, vagy a Critical Mass-t. Én úgy gondolom, hogy ugyanez az áttörés, és itt megint utalok arra, amit Vilmos mondott, hogy az elmúlt hónapokban is érződött, és érzik, hogy a román választók szempontjából jelentősen csökkent a polgármester nemzetiségének a kérdése, éppen ezért nem is lehet etnicizálni a kampányt, van rá próbálkozás, de hál' Istennek nem erről szól a kampány. Egyébként, ha már a kampányról beszélünk, a vegyes házasságokban élőket, vagy pedig a tiszta románokat könnyebb vagy nehezebb meggyőzni? Most erre vonatkozóan mi nem végeztünk felmérést, azt érezzük, hogy azokban abban a közegben, ahol vegyes házasságban élnek az emberek, ott sokkal könnyebben, sokkal inkább fogékonyak arra, hogy Zoltán mit akar mondani. Tehát, hogy amúgy viszont ez a réteg meglehetősen tág, tehát hogy Marosvásárhely lakosságának mint egy olyan 20%-a, úgy becsüljük, mint egy olyan 20%-a valamilyen szinten vegyes házasságban, vagy interetnikus családi kötelékben él, és ezeken belül teljesen természetszerű, hogy sokkal inkább fogékonyak mind a román, mind a magyar embernek a mondandójára, és esetleg könnyebben föl is vállalják azt, hogy mondjuk román anyanyelvű emberként, vagy román nemzetiségű vásárhelyiként, de kimondom azt, hogy magyar embert fogok támogatni ezen a választáson. És mint a választásokhoz közeledve egyre többen emlegetik fel a 4 évvel ezelőtti történetet, amikor egy hajszálon múlott az, hogy Sor Zoltán legyen a polgármestere a városnak, és most újrázni készülő polgármesterként üljön itt az asztalnál. És azok az emberek, akik
akik elmondják azt, hogy egy hajszálon múlott, azt is felvetik, hogy igen, akkor elcsalták a választásokat. Nyilván erre konkrét bizonyíték tudtommal nincs, mert ha lenne, akkor megismételték volna a választásokat. De a kérdés az, hogy mi kell ahhoz, hogy nem, másképp teszem fel a kérdést. Azt mondják, hogy megtörténhet az, hogy nem engedik valakik, nem engedik, hogy Marosvásárhelyen a magyarok győzzenek. Mi kell ahhoz, hogy egyértelmű legyen az, hogy Sor Zoltánt választották a magyarok és a románok Marosvásárhelyen? Őszintén én most egyrészt valóban a 4 évvel ezelőtti dologhoz nehéz hozzászólni bizonyíték nélkül. Azt azért látjuk, hogy Dorin Florian nem indult a polgármesterségére. Azért ez egy elég egyértelmű jel. Ő nyilvánvaló ezzel jelezte, tudja, hogy nincs esélye. Tehát itt én már azt gondolom, hogy megkérdőjeleződik az, hogy itt nagyon-nagyon szoros lesz ez az eredmény. Másrészt azt, hogy valóban sokat hallottunk korábban erről, sőt forgatókönyvek is voltak, hogy majd Marosvásárhelyen hogyan lépnek vissza és ki javára. Mégis most azt látjuk valahogy az országos politikából is, hogy valahogy elengedték Marosvásárhelyt, valahogy nem egy központi kérdés a román pártok számára, nem csak abból látjuk, hogy itt nincs visszalépés, vagy legalábbis egyelőre, de valószínű nem is lesz, hanem például abból, hogy a kormánypárt jelöltje, Teodorá Benedek azért nem igazán szerepel például az országos televíziókban, legalábbis nagyon ritkán szerepel. Hogyha kiemelten fontos jelölt lenne, és úgy érezné a kormánypárt, az államelnök, ugye, aki mindenről dönt Romániában, hogy Marosvásárhely rendkívül kiemelt stratégiai város, akkor én szerintem sokkal többet látnánk őt a tévében. Biztosak a sikerben. Tessék? Biztosak a sikerben, és azért nem nyilvánvalóan nem biztosak a sikerben, én inkább azt érzem, hogy itt egy, hát azt nem mondom, hogy sima győzelem, de azt azért mindenki látja, maradjunk annyiba, hogy Sors Zoltán az esélyes. És ezért érnek itt vissza ismételten arra, hogy a magyaroknak azért érdemes most elmenni szavazni, mert egy győztesre fognak szavazni. Tehát nem úgy mennek el szavazni, hogy jaj, leadom a szavazatomat, mert magyar vagyok, de hát egyébként minek menjem, itt a magyar úgyse fog győzni soha, meg úgyse hagyják, meg úgyis elcsalják, meg úgyis Bukarestbe eldöntik. Nem. Nem. Tehát ezt a választást meg lehet nyerni. Mi van azokkal a magyarokkal, akikről itt Sor Zoltán említette, hogy átszavaztak, vagy Isten említette, és a rendszer szekerét tolták az elmúlt időszakban? Őket megpróbálják megszólítani a kampány során, vagy végleg elveszítettük őket? Nagyon sokakkal találkoztunk a piacon, a több házakban, olyan emberekkel, akik elmondták, hogy ők szavaztak Flóriára. Azonban most már ők is látják azt, hogy változtatni kell. Sok esetben nyugdíjasokkal találkoztunk, vagy leginkább nyugdíjasok köréből kerültek ki azok, akik ezt így nyíltan fölvállalták. Ők voltak azok is, akik egyébként arra figyelmeztettek, hogy vigyázzunk, mert az idén sem fognak tisztességes, vagy mondjam, idén is cinkelt lapokkal fognak játszani. Tehát én visszautalnék arra, hogy azért ők nem fognak letenni arról, hogy ne csalják el, amit el lehet. Tehát hogy az biztos, hogy nekünk annyival többen kell legyünk a választásokon, mint amennyit ők képesek elcsalni. Ennek nagyon-nagyon sok technikája van. Ezeknek meggyőződésem, hogy csak egy részét ismertük meg 4 évvel ezelőtt, amikor úgy becsüljük, hogy mintegy 3000 szavazatot sinkófáltak valamilyen módon el, hiszen majdnem 3000 szavazat volt, amit érvénytelenítettek. Én azt látom, hogy sokan azok közül, akik valamikor ezzel a rendszerrel szavaztak, azok látták, hogy ezt már így fenntarthatatlan. Most leginkább a magyar nemzetiségű emberekről beszélek, hiszen a lakónegyedekben ma is a legnagyobb támogatottság a Majornak az egyszerű hétköznapi román polgárok részéről van. Hozzájuk azt hiszem, hogy a Zoltán kampánya az idei évben nem fog eljutni. Akikhez el fog jutni, azok a vegyes házasságban élők, a román értelmiségiek, akik nyitott gondolkodásúak, és a fiatalok, a román fiatalok és a magyar fiatalok is. Azt is világosan látjuk, hogy a fiatalok körében meglehetősen szimpatikus. Az ő esetükben az a kérdés, hogy el tudjuk-e vinni az urnához. Ami viszont azért kérdéses, mert hogy minden diverzióban benne lesznek majd, tehát az utolsó
napokban el tudjuk képzelni, sőt a választások napján arra számítunk, hogy olyan hírek is el fognak terjengeni, hogy koronavírusos gócpont van valamelyik olyan negyedben vagy olyan szavazókörben, ahol egyébként szemmel láthatóan Zoltán a favorit. És ennek még számtalan más olyan módja van, vagy modalitása van, amit mi próbálunk előre belőni és kivédeni, úgyhogy én inkább arra biztatnám az embereket, hogy ne higgyenek mindannak, ami ebben a következő időszakban a flórája és a rendszerét éltető politikusok, illetve szereplőktől származik, hiszen nagyon sok esetben álhírek, illetve szándékos diverziót szolgálnak. Kik azok, akik most a 27-éig még mindenképp meg kell győzni, vagy kire fektett Sors Zoltán nagyobb hangsúlyt? Nyilván minden választónak a szavazata ugyanannyit ér, de gondolom vannak olyanok, akik még meg tudnak győzni másokat, vagy melyik az a csoport, akire nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kampányban? Hát úgy gondolom, hogy itt az elsődleges szempont, hogy el tudjuk vinni az embereket. És itt, amit Vilmos mondott, az nagyon fontos, hogy a fiatalok körében, ha bár érzik, hogy változásra van szükség, bennük van, vagy éreztünk egy nagyobb fajta passzivitást, és ezt a passzivitást föl kell számolni, tehát lelkesíteni kell őket, hogy ez együtt a döntés az övék, mi nem tudunk helyettük dönteni, ők kell döntsenek, és meg kell szokják azt, hiszen erre szoktattak 20 éve a városban, hogy ne gondolkozzunk. Lenyomták a torkunkon a döntéseket. És lehet ez oda is vezethető vissza, hogy az emberek passzivizálódtak. Hogy most itt a nagy lehetőség, itt az esély. És ezért jó az, amit István mondott, és elveszem az ötletét egy picit, hogy érezzék azt, hogy győztes csapathoz tartoznak. És ugyanígy fontos a románságnál is, a fiataloknál ott is, hogy eljöjjenek. Bennük nincs annyi előítélet, vagy nincs előítélet, vagy kevés előítélet van. Más értékrend szerint szocializálódtak már a fiatalok. Sokkal nyitottabbak, sokkal könnyebb őket meggyőzni arról, hogy a jelölt, a program a fontos, az üzenet a fontos, és nem az etnikum a fontos. Úgyhogy ez a két csoport, ami prioritást fog élvezni az elkövetkező 3 hétben a mobilizálás szempontjából, de ugyanúgy meg szeretnék nyugtatni a nyugdíjasokat is, hogy nem lesz csökkentve, hiszen Majorék folyamatosan félretájékoztatnak, hogyha nem ők maradnak hatalmon, akkor jön egy olyan városvezetés, amely megcsorbítja a jogokat. Erről szó sincsen. Ugyanolyan figyelemmel fogjuk kísérni a nyugdíjasok sorsát, mindössze annyi lesz a változás, hogy észszerűen fogjuk támogatni őket, nem elherdáljuk a város vagyonát egy-egy vacsorára, hanem hosszú távon, kiszámíthatóan támogatjuk azokat a nyugdíjasokat, akik rászorulnak, és sokan vannak a nyugdíjasok közül ilyenek, és ha bárki kételkedik, hogy amit mondok az igaz, az én édesanyámat is kell segítsem, és ez normális is. Tudom, mit jelent 1000 lejes nyugdíjból élni. Ezeket az embereket nem elég elvinni egy évbe egyszer ebédelni vagy vacsorázni, és akkor azt mondjuk, hogy ezzel le van tudva. Találkoztunk ilyen emberekkel, viszont a felmérések is azt mutatják, hogy most a legkisebb a magyarság körében is az a réteg, aki hajlandó még a Flória rendszer emberére, jelenleg ugye Majorra gondolok, szavazni. Ez jóval kevesebb, mint eddig bármikor. És fontos nekünk ezt felerősíteni, hogy megértsék az emberek, hogy a változás az nem csak abból áll, hogy elment Flória, hanem az a rendszer, amit kiépített, az a korrupciós hálózat, ami működik ma Marosvásárhelyen, és ami elvette a lehetőségeket tőlünk, a fiataloktól, az idősektől egyaránt, azt kell most megbuktatni a szavazataikkal, úgyhogy mindent kihasználunk, és mindenhol elmondjuk az embereknek, hogy győzzék meg, szomszéd, rokon, barát, nem számít, román ismerős, román barát rokonságba menjenek el, mert ez a garanciája, hogy nem fognak tudni a választásokon csalni, vagy nem fognak tudni annyit csalni, hogy elég legyen nekik, és akkor igazán elkezdődik Marosvásárhelyen a változás. István, itt a dramaturgia azt kívánna, hogy pozitívval zárjunk az adásidőnk, vagy az adásunk végén. Portik Vilmos azt mondta, hogy nem számolnak sötét forgatókönyvvel. Te számolsz? Semmit se lehet kizárni. Nyilván, hogy azok a jelöltek, akik úgy érzik az utolsó héten mondjuk, hogy
hogy egyre inkább tehát elveszítik az esélyt arra, hogy nyernek, ők megléphetnek olyan lépéseket, amelyek, hát hogy mondjam, a demokratikus értékekkel ellentétesek. A csalás dolgot én még egyszer mondom, én ezzel úgy vagyok, hogy én szerintem lesz akkora előny, hogy akkorát nem lehet csalni, és erre kell koncentrálni. Az eddigi kampány, én azt mondom, hogy pozitív meglepetést jelentett. Ezért furcsa lenne, ha most azt mondanám, hogy sötét forgatókönyvre számítunk. Politikus, mindenre felkészültek? Nem. De amire úgy gondoljuk, hogy föl lehetett készülni, arra igen. Számolunk azzal, hogy lesznek nemtelen támadások, mint ahogy 4 évvel ezelőtt is voltak. De alapvetően szeretnénk abban a fajta optimizmusban osztozni, amit István említett, hogy itt már egy eleve lejátszott mérkőzés lenne. Nem lejátszott a mérkőzés. Én azt szeretném üzenni a vásárhelyieknek, hogyha le akarják váltani ezt a rendszert, akkor egyedül Zoltánnak van esély. Zoltánnal tudják ezt megtenni. Zoltán az esélyes jelölt, aki ezt a rendszert le tudja váltani, és vele érdemes szavazni, még annak is, aki számára egyébként Zoltán valamilyen oknál fogva nem szimpatikus. Urak, én köszönöm a esti beszélgetést önöknek, nézőknek, Hamor Mátyás Ruben szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Szerdán és csütörtökön este 8 órától várom önöket. A viszontlátásra!